Amikor 4 évvel ezelőtt a Magyar Vízilabda Szövetség Benedek Tibort választotta kapitánynak, a másik két pályázó edző egyike ő volt, hát a mögött a Szeged, a Fradi, a Debrecen és a Spandau kispadjával. Gyöngyösi András pólótréner most Kolumbiában dolgozik, és megint ringbe szállna. Hát őt kapcsoljuk, Kaliban, ő van itt velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, Pali, jó reggelt kívánok mindenkinek! Andris, milyen intenzitású feladat és kihívás egy magyar pólóedzőnek jelenleg Kolumbiában, Kaliban kartelbe tömörülve vízilabdát építeni, tanítani, művelni? Hát mindenképpen érdekes, mert egy teljesen más kultúra, mint a kolumbiai élet, mint pedig a vízilabda, mivel teljesen amatőrök, tehát ezért nem járnak mindig edzésre, próbálunk mindig változtatni, de a végén mindig abban maradunk, hogy nagyon nehéz, mert ez Kolumbia. De azért fejlődnek, egyre jobbak, csapat is egyre jobb, úgyhogy a munkának azért mindenhol megvan az eredménye, még akkor is, ha itt nem lehet olyan munkát végezni, mint Európában. Na most azt látni a Facebook oldaladon is, hogy mérhetetlen szenvedéllyel figyeled az itthoni történéseket. Erősebb benned a pólós honvágy, bármikor hazatérnél-e kalandvágyból? Hát én tulajdonképpen azért vagyok külföldön, mert otthon nem igazán kaptam megfelelő munkát, aztán úgy keresgéltem, és úgy kerültem ide. Ez volt inkább a kalandvány, szívem szerint én még Debrecenben dolgoznék. Igen, hát tudjuk, mi történt Debrecenben, ahol nemzetközi kupaszereplő gárdát faragtál, utána ugye Szombathelyen akartál utánpótlás után élvonalbeli felnőtt csapatot építeni, nem kaptad meg a lehetőséget. Te pekes tréner vagy, aki rosszkor szokott rossz helyen lenni, vagy nehéz ember lennél? Mi veled a gond? Nem tudom, én nem szeretném magamat minősíteni. Én úgy érzem, hogy minden idegszámlammal a sikere törekszem, ami sokszor nehéz ott, ahol nem minden körülmény adott, talán türelmesebbnek kellett volna lenni, de hát ugye a sikert azt mindig egy adott évben kell elérni, ahhoz pedig egy edzőnek meg kell teremteni minden körülményt, és azért kell küzdeni a csapat, aminél sikeresebben szerepeljen. Talán itt voltak konfliktusok, de én úgy érzem, hogy mindent a sikerért tettem, semmi ellen, tehát de talán lehet, hogy pekés is vagyok. No, Benedek Tibort idézem a VLV-nek adott nagy interjújából. Egészen a Montenegró elleni 5 méteresekig én a fél karomat rámertem volna tenni arra, hogy ez a csapat alkalmas az olimpiai győzelemre. Amikor a magyar válogatott elindult Rióba, a kötelező szereteten és persze az optimista szurkoláson túl, te mit vártál ettől a csapattól? Te is láttad-e bennük az aranyérmet? Hát én nem szeretek kritizálni, már akkor is megírtam, hogy én anno az olimpia előtt mindenhol azt olvastam, hogy a cél a 4 közé jutás, a végén az éremesély. Tehát szerintem ez a magyar vízilabdában egy elhibázott dolog. Tehát egy magyar vízilabda csapat minden szinten csak az aranyéremért mehet, tehát azt kell mindenhol kommunikálni, hogy a cél az aranyérem. Ez még akkor sem nem lenne igaz, de a magyar pólónál ez mindig igaz is. Bármelyik korban, még a mi korunkban is, tehát 88-ban nem voltunk igazán aranyesélyesek, akkor is a 2 döntőstől 1 góllal kaptunk ki, tehát a magyar válogatottnál mindig ez a cél, ez húzza fel a játékost, más nem kommunikálhatok szerintem. Tehát a magyar csapat az mindig az aranyesélyes és az aranyéremért kell, hogy menjen. Értelek, ez ugye azt is jelenti, hogy hogy lőjük be a célt, ez nyilván meghatározza az odavezető utat is. Téged idézlek most. 2 éve leírtam, hogy rossz irányba megy a póló, akkor megaláztak, de úgy érzem, igazam lett. Mire gondoltál egész pontosan? Hát anno akkor bevezettek az utánpótlásba ilyen kötelezvényeket, kötelező szabályokat. Tehát nagyon elmentünk a szerbek általi, az a szerbfóbiával sértettem sohasem együtt, hogy szoros emberfogás, tehát szinte 17 éves felnőtt játékosokkal utánpótlásba kötelezték a szoros emberfogást, tehát nagyon eltolódtunk ez irányba, közben pedig szerintem a védekezés teljesen másról szól, ez inkább árt, mint használ, tehát és nagyjából ez ugye egy rossz irányba tette az egészet, tehát én már ott éreztem, ezt meg is nyilvánultam ez irányba, hogy ez szerintem nem jó irány. De általában mindig nálunk inkább a támadás, hogy egy góllal többet lőjünk, az volt mindig igazán a cél,
a védekezésen nem volt annyira hangsúly. No igen, ezt nézzük meg egy kicsit, hogy miért tévedés szerinted a szoros emberfogás erőltetése. Ugye azt jelezted, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor például az olimpián ez a legtöbb szabad dobás gól bekapásához vezetett, tehát mondtunk már egy érvet. Benedeket idézem megint a Montenegró meccsről. Az fordult ellenünk, amiről én úgy gondoltam, hogy a legjobb fegyverünk lesz a szoros emberfogás. Szóval, védekezésben mi a te filozófiád, mi az, amit ezzel szemben, szerbfóbiával szemben tanulni kell, el kell lesni a szerbektől. Van-e olyan, hogy magyar stílus? Szerintem a minden áron, minden idegszállammal a védekezésre való törekedés, tehát az a cél, hogy az az elsődleges, tehát hogy a megfelelő koncentráció meglegyen a védekezéshez, nem pedig az, hogy a védekezésből hogy tudok lefordulni. Szerintem nincsen védekezés vagy szoros emberfogás, nem mindig a taktikámat az ellenfél játékához alakítom, minden támadás más, tehát ahhoz kell alkalmazkodni egy támadáson belül is, vagy egy védekezésen belül is változtatni kell a játékstíluson, tehát ehhez kell egy olyan óramű szerint összerakott védekezési stílus, amit én úgy érzem, hogy a Fraditól kezdve minden csapatomnál működött, és szinte a legkevesebb volt kaptuk, megvertük annól a szupervasast, 4-3-ra, 3-3-at játszottunk a dominóval, tehát kevesebb kapott góla, sokkal könnyebb mérkőzéseket nyerni, főleg amikor nagy tét van, mint 9-10-11 kapott góla, tehát az nem mindig sikerül, hogy 13-at lőjünk egy nagyon jó csapatnak. Azt mondd meg, hogy szerinted van-e tradicionális és tovább vinni kényszerülő magyar póló stílus, ragaszkodni kell-e valami ilyesmihez, vagy pedig azt kell mondani, hogy atomkorban élünk, van egy atomvédekezés, és van egy globális póló, amifelé haladunk, és ezt a magyar stílus nem kéne erőltetni, ha van ilyen. Hát a magyar stílus az Faragó Tamás féle zsenik, akik egyedül eldöntöttek meccseket, de nagyon megváltozott a sport szerintem, minden csapatsportákban védekezésen van a hangsúly. A kézilabdában volt egy időszak, amikor kitalálták, nem értek annyira hozzá, gól után nem cseréltek, és akkor fölmentek a mérkőzések ilyen 40-36, meg 36-33-ra, de érdekesen most múlt hét végén a Veszprém Kiel az már újra 20-19 lett, tehát... Igen, 21-19 lett, igen. Francia edzővel olvastam egy interjút, tehát a védekezés, a védekezés és a védekezés, tehát a játékosokat is sokkal könnyebb megtanítani a védekezésre, mint a góllövésre, az sokkal nehezebb, tehát az mentális, az egy tétmeccsen sokkal nehezebb feladat. Például a Montenegro ellen is, ha nem kapjuk azt a 3-4 szabaddobás gólt, ami szerintem ajándék, mert ugye lehetett tudni, hogy nincsenek annyira jó centereik, ők viszont jó szabaddobás lövőik vannak, akkor 6-7 gólon tartjuk őket, akkor szerintem simán meg lett volna 4 közéjutás. Miért tartott hibának a kapus kérdésben a versenyeztetést? Miért arra hát esküszöl, hogy van egy vezető mindenki, kapus? Mindenkinek más. Én azt mondom, hogy a kapus az egy bizalmi poszt. Tehát a kapus, főleg, hogyha nem egy olimpiai bajnok kapusról beszélünk már, vagy nem egy mindent megnyert kapusról, akinek szuper önbizalma van. Tehát nehéz úgy védeni egy kapusnak, hogyha ott élt, hogy maga mögött lihet be a cserekapust, főleg aki még olyan is, aki mindenáron bizonyítani akar, és az jár a fejébe, hogyha kapok egy potyagot, akkor már lecseréljenek a következő meccsen, nem fog kezdeni. Én úgy láttam, hogy a Viktor, amikor a Bisztricsányi volt a második kapus az RB-n, akkor szuper formában védett, meg az első világeseményen a világbajnokságon, amikor még maximális volt a bizalom. Tehát amikor folyamatosan cserélgetjük a kapusokat, akkor azt szerintem lerontja a kapust, mert elveszi az önbizalmát, mert folyamatosan benne motoszkál a fejben, még tudat alatt is, hogy lecserélhetnek. Tehát így meg elmegy az önbizalma. Azt meg látjuk egy lövőnél is, amikor nincs önbizalma, akkor nem sikerül a lövés. Ha meg a kapusnak nincs önbizalma, akkor nem úgy védhet. 2013-as VB-n teljesítmény nyújtó Nagy Viktorral szerintem olimpiát nyertünk volna. De itt állandóan már a felkészülésnél is egyszer az egyik, egyszer a másik kapus védett. Én ebben nem hiszek. Tehát nálam lenne egy első számú kapus, akinek megmondom az év elején, te vagy az első számú kapus, csak akkor nem te védesz, hogyha nem teszel meg mindent, nem sportszerűen, nem rendesen edzel, de nálam nincsen csere. Tehát ez így működött, amióta 16 éve edzősködöm. Bár ugye
a válogatottnál más a helyzet, azért klubszinten nincsenek olyan kapusok, de én a bizalmi posztban hiszek, tehát a kapusnak a bizalom az elsődleges. András, ha lesz pályázat, akkor azért talán már kiderült a Facebookról és a szavaidból is, akkor te pályázol ismét szövetségkapitánynak, igaz? Megpróbálom. Én úgy érzem, hogy ez egy nekem való feladat lenne, mert ugye elég sokan bejelentették Tokióra, elég sokan már nem érnének oda. Talán ez egy 1+3 éves feladat lesz, még jövőre talán a magyar világbajnokság nagy feladat lenne egy nagyon fiatal csapatnak, meg tisztességesen szerintem ott el lehetne búcsúztatni a nagy bajnokokat az elmúlt éveknek, és utána pedig 3 év az bőven elég lenne szerintem egy új csapat felépítésére, ami nem 3 év múlva, hanem már a következő évben is aranyesélyes, megmondom még egyszer. Tehát nálam minden játékos az év elején, vagy pedig a felkészülés elején onnantól kezdve úgy kell, hogy felébredjen, hogy aranyérmet akarok nyerni, ezért minden nap valami pluszt megteszek, tehát a motiváció az mai sportban az nagyon fontos, és mondom, itt is lehet óriási lökést adni a játékosoknak, hogy a megfelelő célt azt eléjük teszem, és minden nap húzom, hajtom felfelé őket, és a magyar vízilabda ez mindenféleképpen alkalmas erre. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a posztot elnyernéd, akkor ezzel az átmeneti állománnyal, azokkal együtt, akik előbb-utóbb el fognak búcsúzni, te már jövőre Budapesten is nem tudnál mást ígérni, mint VB győzelmet, VB aranyat, Picasso-k vagy szobafestők számától függetlenül. Persze mindig nem lehet nyerni, de én azt mondom, hogy ha egy 4 éves ciklus alatt én kevesebbet nyernék világversenyt, mint amit nem, akkor az sikertelen lenne. De az olimpián az mindenféleképpen olyan aranyérmet kell nyerni, tehát nekem ez az életcélom gyerekkorom óta, tehát úgy is érzem, hogy ha ezt a posztot megkapnám, akkor az mindenféleképpen sikerülne, de hát egy 4 éves ciklus nem csak olimpiából áll, tehát minden évben az adott világversenyre úgy megy a magyar csapat, hogy aranyérmet kell nyerni, és a játékosokban mondom, ezt súlykolom, attól az első pillanattól kezdve, hogy belekerülnek a keretbe. Harmadik, negyedik hely, 4 közéjutás, ez a magyar vízilabdában nem létezik, ez elveszi az önbizalmat, mert akkor az edző igazából azt lehet mondani, hogy a játékos magában azt érzi, hogy az a cél, hogy 4 közé kell jutni, hát akkor én csak arra vagyok alkalmas, nem, hát a magyar vízilabdázó. És mondom, ezzel nem kell nagyot füllenteni, mint régen én tettem a csapataimnál, hogy nagyon nagy célokat tettem, mert a magyar csapatnál, magyar vízilabdában a játékosok tényleg mindig alkalmasak arra, hogy az adott világverseny aranyérmet nyerjenek. András, utolsó kérdés, néhány potenciális kapitányjelölt, akinek foroghat a neve, Horkai, Gerendás, Kovács, Vince és hát Gyöngyösi. Milyennek érzed az esélyeidet a többiekkel szembe, ha magyar edzőt választanak? Hát annó Dezső bácsi is Kaliból lett szövetségi kapitány a 70-es években. A Dénes is négybetűs Kómóból, C betűvel kezdődő. Ha ezt nézem, akkor jók az esélyeim, máshol meg igazából nem tudok. Hát, ha lesz pályázat, akkor igyekszem legjobb tudásom szerint megírni, aztán majd az elnökség dönt a jelöltek között. Érdeklődéssel figyeljük, neked pedig jó munkát addig is. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Köszönöm szépen, én is, sziasztok!